Üdvözlöm a Blick olvasóit és nézőit! Szeptember 5-től új parkolási rendszer lépett érvénybe a fővárosban, így a sofőrök magasabb árakon állhatnak meg egyes zónákban. Most arra vagyunk kíváncsiak, hogy az utcaembere hogyan vélekedik az új rendszerről. A mai naptól drágábbak lettek a parkolási díjak. Nem tudom, mert én mivel itt lakom, nekem ingyen van. Itt nagyon drága lett most a parkolás, 200 forinttal több lett, eddig ilyen 400 forint körül volt, most 600 forintot fizetek óránként, plusz ugye a tranzakciós díj ilyen 700 forint lesz óránként. Nem tudom, hogy meddig mehet ez így azért. Azt tudom mondani, hogy persze, hogy nem jó, ami drágább, de hát minden drágább. De inkább legyen drágább, csak lehessen jól parkolni, mert ha muszáj menni, akkor muszáj parkolni. Hát inkább buszra szállnánk, hogyha ezek után egy ilyen 600 forintos órabérrel inkább buszra. Nagyon nehéz igazán a parkolóhelyet találni, és így tovább. Magam részéről nagyon rossz néven veszem, hogy fölemelik a parkolási díjat. Tömegközlekedéssel szokott járni? Persze. Most is azzal jöttem, azzal megyek az unokámmal, de van, amikor kocsival megyek. Én azt mondom, hogy tömegközlekedése Budapesten amúgy én sokkal jobban el vagyok, mint autóval. Hát szerintem sokan meg fogják fontolni azt, hogy autóval menjenek ilyen benzinár mellett is, de a tömegközlekedés szerintem gyorsabb lesz azért, mint hogy az ember autóval menjen. Tömegközlekedéssel járok, már van kocsim, de a városba való közlekedés az sokkal jobb, arra sokkal jobb. És ön szerint a magasabb parkolódíjak mellett kevesebb autós lesz az utakon? Szerintem lehet, hogy nem. Mert aki eddig is megfizeti a 6-700 forintos per liter benzinárat, az ezek után is ugyanúgy igénybe fogja venni az autóját. Hát akinek muszáj autózni, az megcsinálja, az kifizeti, de az önmel már nem fognak sokat fizetni a parkolásért. És ön szerint kevesebb autó lesz az utakon így, hogy drágább lesz a parkolási díj? Nem hiszem. Nem hiszem. Az emberek a megszokott úton járnak, tehát ha kocsival járt, akkor most is azzal fog jönni. Úgyhogy ez teljesen fölöslegesen ingerli a népeket szerintem. Hogy most emelkedtek a parkolási díjak, nem fogja ezen semmit változtatni. Ugyanannyi autó lesz, ugyanúgy lesz a parkolás is. Meg fogom fontolni, vagy gondolni, hogy autóval járjak, vagy tömegközlekedéssel.